Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az jóslásunként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik június 9-én, és ezen a napon a hold a Punarvassu holdházban mozog. Ez a holdház Sirius csillaghatása alatt áll. Sirius csillag a legfényesebb csillag az égen. Tehát megvan a fény, megvan a kisugárzás, ez kihat ránk is. Sőt, itt kinyílik egy ajtó a spirituális területre, egy misztikus területre is. A hold ezen a napon a rák jegyében van, ahol a hold jól érzi magát, hiszen uralkodik a rák jegye felett. Sőt, a holdnak van egy jó kapcsolata most Uránusz bolygóval, ami jelenti a meglepetéseket, a változásokat, ez lehet egy új irány. Viszont még mindig van a nap és Szaturnusz között egy kellemetlen kapcsolat, és ez jelentheti azt, hogy szeretnél bizonyos dolgokat tisztán látni, de Szaturnusz bolygó az jelenti a korlátozásokat. A politikai életet illetően a nap az jelenti a kormányt, és a napnak, illetve a kormánynak fontos a biztonság érzete, a stabil helyzet, a jó anyagi körülmények. Viszont van ellentét, és ott vannak más ötletek, más tervek, és Szaturnusz bolygó, ami kihat a holdra, és itt van egy ilyen kellemetlen kapcsolat a nap és Szaturnusz bolygó között. Itt lesznek akkor nehézségek, korlátozások, új tervek, tehát sokan szeretnének valamit változtatni a helyzeten. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ha ő egy férfi, akkor ő áll a középpontban, minden úgy körülötte forog. Ő a mélybe tekint, ezt mutatja a ravasz róka. Nincs meg a bizalom, inkább úgy figyelgeti a dolgokat, vizsgálgatja a dolgokat. Persze a ravasz róka az lehet egy hamis személy a környezetében, és ő ennek tudatában van, hogy valaki figyelgeti őt, vagy hazudozik, becsapja őt. Az érzelmei az bal oldalon látható, a virág és a szív nagyon szép kártyák, hiszen a szív jelenti a szeretetet, jelenti a szerelmet, ezt a párkapcsolatot, és a virágcsokor utal szép érzelmekre, vagy hogy ő úgy érez téged, hogy mennyire megvan a szépséged, a kisugárzásod, egy szép környezet, sőt, ő is szeretne valamit szépíteni a dolgokon. Amit a virágcsokor még jelenthet, az egy ajándék, vagy egy meghívás, egy kellemes meglepetés, ami útban van hozzád, hiszen jobb oldalon alul láthatóak az utak, így közeledik hozzád. És a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok. A hajó az lehet egy utazás is, hogy ő meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, de lehet egy közös utazás tervezése is, hogy együtt fogtok nyaralni. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a virágos kártyán,
Itt megvan a vonzalom kettőtök között. A külső befolyás az bal oldalon alul látható, itt van a koporsó. Ez lehet egy örökösödési ügy, befolyásolja őt. Lehet, hogy ott van a hamisság, amit neki át kell vizsgálnia. A koporsó utalhat régi kapcsolatokra, hogy valaki visszatért hozzá, de ahogy én érzem, a koporsó ezúttal azt jelenti, hogy nem engedi meg, hogy mások befolyásolják őt, hiszen ezzel a koporsóval le tudja zárni ezeket a kapcsolatokat. A te napi energiád jobb oldalon alul látható. Itt a poharak vannak, jelentik a víz elemét, az érzelmeket, valaki átnyújtja ezt számodra, kimutatja az érzelmeit, és te nem tudod, hogy elfogad-e igen vagy sem, legyen meg a bizalom, megbízhatsz-e ebben a személyben. Már gyakran említettem azt, hogy a modern tárókártyáknak gyakran semmi köze nincs a klasszikus táróhoz, és én a képeket szoktam megnézni, és ha én ezt a kártyát figyelembe veszem, a kép számomra valami mást mutat. Mintha arról lenne szó, hogy az idősebb hölgy vásárolni megy. A fiatalabb mutatja ott a termékeket. Vannak ajánlatok. És az idősebb hölgy ott töpreng, mert nem tudja, hogy melyik poharat, melyik terméket válassza. Nem tud választani, vegyem meg ezt a poharat, vagy vegyem meg azt a poharat, hát nem is tudom, hogy mire lenne szükségem. Lehet, hogy ezen a napon pontosan egy ilyen helyzetben vagy, amikor vannak ajánlatok, vagy elmész vásárolni, és nem tudod, hogy mit vegyél. A képek azt mutatják, hogy ő szeret téged, útban van hozzád, lesz egy meglepetés, lesz egy utazás, megvan a vonzalom kettőtök között, ő még átvizsgál valamit, nem engedi azt meg, hogy mások befolyásolják őt, ami pedig téged illet, itt vannak kapcsolatok, ajánlatok, de nem tudod, hogy elfogad-e, igen vagy sem. Azt is jelentheti az a kártya ott alul jobb oldalon, hogy vásárolsz valamit, de nem tudod, hogy melyik terméket vedd meg. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!